Fél éve még ilyen látvány fogadta a Sóstóra látogatókat, már végéhez közelített a Hungest Hotel Sóstó építése. Ezek a felvételek pedig novemberben a szálloda megnyitásakor készültek. A Sóstó fejlesztési program részeként több mint 4 milliárd forintból felhúzott négycsillagos hotel, 9000 négyzetméteres alapterületén a szobák és az étterem mellett 200 fős konferenciaterem, látványbár és mini wellness részleg is van. A 123 szobás létesítményt a Hungest Hotel szállodalánc üzemelteti. Többségi tulajdonosa Nyíregyháza önkormányzata, kisebbségi tulajdonosa pedig a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Utóbbi vezetőjét a beruházás és a hotel jelentőségéről kérdeztük. Nagy befogadó képességű szálloda nincsen, nem Nyíregyházán. Ebben a nagyságrendben 100 szoba fölötti abszolút nem volt, tehát ez önmagában egy hiánypótló szerep. Ha hozzáveszünk azt, hogy a fürdővel, ezt már elmondtam, az összeköttetése ilyen sem volt, jelenleg nincs is rajta kívül itt Nyíregyházán, illetőleg a konferencia turizmus szempontjából is egy nagy hiátus, amely eddig a városban nem volt jellemző. Az, hogy egy 100 szoba fölötti szállodában tudjunk egy 150-200 fős konferenciát, lakos konferencia résztvevőit elszállósoltatni, és ugyanabba az épületbe a konferencia funkció is biztosított, ilyen abszolút nem volt. A konferenciák szervezésének létjogosultságát mutatja, hogy október végétől 7 ilyen eseménynek adott otthont a szálloda, amely a térségben működő Multikkal is kötött szerződést az ezeknél a vállalatoknál dolgozók elszállásolására. A hotel fő célcsoportját ugyanakkor a családok alkotják. Az első teljes üzleti év vendégszámát illetően bizakodó az üzemeltető és a tulajdonosok. A július és az augusztus az mindig 80-90% fölötti töltöttséggel üzemelnek a szálláshelyek. Nincsen annyi sok, olyan sok szálloda Nyíregyházán. Jellemzőben a címmerfejek alakultak ki, vagy épültek az elmúlt időszakban új címmerfejek. Tehát erre a szállásra mindenféleképpen szükség volt. Éves szinten egyébként az első évben egy 50-55 ezer vendég éjszakával kalkulál a Hungest Hotel Sóstó. A szálloda a szomszédságában lévő élmény és parkfürdővel összenyitva működik, zárt folyosó köti össze a két létesítményt. Utóbbi üzemeltetőinek reményei szerint a szálló vendégek közül sokan látogatnak majd át a fürdőkbe.